nap kisorsolunk egy fém 10 dobozos, 4 darabos fűszermalom fűszerválogatást a Kotányi Hungária Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő, melyik az a két évente megrendezett szakácsverseny, amit Paul Bocuse mester szakácsról neveztek el? A. Bocuse d'Or, B. Bocuse-ing, vagy C. Bocuse-ept. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Te miért dobtad el a kukit? Mert nincs ott olyan meleg. Hát tényleg? Kukimat, de akkor viszont nekem melegen van. Én csak azért tartom magamon, hogy aha, látszódjon. Tehát jó. Nem csak szép. De fűtés, de és fűtés, működik, ami rajtam van. Bizony, igen, bizony. Forma és funkció. Így van, az nagyon igazi klassz, karácsonyi. Nagyon klassz. A karácsonyi csúnya pulcsi. Ez így teljes messzéles. Így. Körözött mézi, ugye? Mindenki lássa, aki most kapcsolódik be videón, igen. Na, viszont a biztosítási piaccal is kell foglalkoznunk, nem csak a ronda karácsonyi szerkókkal, amiket magunkra öltöttünk. Ezügyben tárcsáztuk föl Holló Bencét, az NM biztosító elnök. Bármint a ronda karácsonyi szerkók ügyében úgy hangzott. Nem. Jó. Azt mondtam, hogy kell foglalkoznunk a biztosítási piacon, és ezt megoldjuk önállóan a ronda pulcsikat. De itt van velünk Holló Bence, az NM biztosító elnök vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Na, arról fogunk majd beszélgetni, hogy a járványhelyzetben ugye az egészségügyi szolgáltatások hogyan értékelődtek fel, hogyan kerestek alternatívát a páciensek, akik esetleg a pandémia miatt nem jutottak hozzá az állami egészségügyi ellátáshoz. De előtte vessünk egy pillantást, hogy általában véve a biztosítási piacra, ugye az MNB-nek kijöttek a harmadik negyedéves piaci adatai, úgyhogy az egy jó képet ad arról, hogy hogyan muzsikált ez a szektor. Igen, a harmadik negyedéves adatok azok tulajdonképpen megerősítették azt a trendet, ami a pandémia kitörését követően alakult ki a magyar biztosítási szektorban. Szemben a pandémiát megelőző évekkel az életüzletek, tehát az életbiztosítási szektor az jobban növekedett, mint a nem élet vagyon, és ez az utolsó adatok alapján is így van. Ugye a növekedés az életüzletekben összességében 17% körül alakult, még ugye a nem élet szegmensben 7,5% körül alakult a növekedés. Azért hozzá kell tegyem, hogy ezeket az első blikre szépnek tűnő számokat zárójelben teszi az, hogy ugye az infláció is időközben megugrott, aha, és hát ugye a biztosítási díjbevételeknek azért érdemes követnie az inflációt, hiszen ugye a fedezettség az így tartható mondjuk értéken. De azért ez még így is a megugró infláció fölötti bővülés mondjuk az életágban, azért ez egyértelmű. Uh-huh. Igen, azt lehet tudni, hogy ebben volt szerepe annak, hogy ugye azt lehetett hallani, meg szintén a MNB kimutatás volt, hogy így a megtakarítások kicsit bővültek, mert hogy alapvetően nem volt mire költeni, és azok esetleg lecsapódhattak itt. Egy részük. Hát ugye az életbiztosítások piacát három nagy dolog fűti. Az egyik az, hogy a magyar piac az tulajdonképpen élet szempontból alulbiztosított még mindig, tehát ez egy ilyen emerging marketnek tekinthető a magyar piac, de ezen felül ugye lökést adott a növekedésnek a pandémia egyrésztről a kockázati biztosítások terén, hiszen ugye fölhívta az emberek figyelmét arra, hogy az egészség az nem biztos, hogy csak úgy ingyen megmarad, és aktív életünkben semmi veszély nem fenyeget minket. Hát a pandémia az nyilván volt. A másik oldalon a megtakarítások piacát pedig igen növelte az, hogy volt egy réteg, egy szegmens a lakosságnak, ahol nőttek a megtakarítások, emellett pedig azért a tőkepiacok is, hát nagyon jól tudjátok, meg a hallgatók is, hogy elég jól teljesítettek, így vonzóvá vált ez a megtakarítási forma. Világos. Kicsit nézzünk rá jobban az egészségügyi szolgáltatásokra, mert hogy ugye, ahogy említettük a közgyógyellátásban, vagy az állami egészségügyben, vagy nem volt hozzáférhető sok
szolgáltatás, mert a járványhelyzet lefoglalta az erőforrásokat, vagy nagyon megnőttek a várakozási idők, és ez türelmetlenné tett a pacienseknél, türelmetlenebbeké váltak, és más irányba kezdtek el keresgélni. Szóval a lényeg az, hogy az egészségügy, a magánegészségügy, az hogyan vette ki a részét ebből a növekedésből? Hát a mi kutatásunk azt mutatja, hogy ugrásszerű növekedés volt a magánegészségügy felé fordulók számában. Ugye mi egy aktív, van internetező, aktív korú lakosságot szólítottunk meg ebben a kutatásban, és azt lehet tudni, hogy az ő korábban a pandémia előtt 45%-uk vett igénybe valamiféle magánegészségügyi szolgáltatást. Ebből a fogorvosi ellátás az ki van véve, mert az mindig egy speciális, tehát ott nagyon magas ugye az arány. Tehát 45% körül vette igénybe, míg a pandémia hatására plusz 13%, tehát 58%-ra nőtt ezek száma. Ez majdnem egy harmaddal a bázishoz képesti növekedés, tehát ez egy jelentős ugrás. Ez természetesen összefügg azzal, hogy az állami ellátórendszert leterhelté vált, illetve hogy ugye le is kellett állítani bizonyos a pandémia miatt bizonyos orvosi ellátásokat a közgyógyellátásban. Az is kiderült ugye a kutatásból, hogy miből finanszírozták ezeket a magángyógyellátásokat. Igen, hát itt ugye a magángyógyellátásoknak alapvetően három forrása lehet, ugye a készpénzben fizethetik ki az ügyfelek, biztosításból fizeti nekik a biztosító, illetve ugye egészségpénztárból is lehet finanszírozni, és hát Magyarországon a készpénz arány az még mindig 80% és a fölötti, ami azért mutatja azt is, hogy jelenleg a magánegészségügyi ellátásban tisztelt a kivételnek alacsonyabb teljes finanszírozást igénylő orvosi beavatkozásokat vesznek igénybe, de ez is folyamatosan nő, tehát egyre bonyolultabb, egyre drágább orvosi ellátásokért is fordulnak már a magánegészségügyhöz, és hát itt természetesen a biztosítók szerepe, az egészségpénztárak szerepe is meg tud nőni, és meg fog nőni hitem szerint a következendő időszakban. Nálatok konkrétan az NN-nél ti hogyan reagáltatok ezekre a változásokra? Vannak-e valami újítások, vagy új irányok? Igen, meg úgy általában az egészségbiztosítások, igen, hogyan alakultak-e? Hát alapvetően nekünk is ugye érzékeljük, hogy az ügyfeleink nagyon élénken érdeklődnek a különböző egészségbiztosítások iránt, illetve azt is látjuk, hogy ugye az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés az egy nagyon fontos lett. Ugye hát én is jártam úgy, hogy a gyereknek valami baja lett, és ugye először tesztelni kell, tehát hogy bonyolultá válik betegségekhez való hozzájutás. Mi ezért egyébként bevezettük a múlt héten, hogy minden ügyfelünk kap egy ingyenes asszisztencia szolgáltatást, amivel tudunk egyfajta könnyített hozzáférést orvosi szolgáltatásokhoz. Ennek egyébként akkora népszerűsége lett, hogy egy picit az online portálunk meg is botlott, hogy finoman fogalmazzak, de azóta kicsiszoltuk a hibát, és ezúttal is elnézést kérek azoktól, akiket esetleg megvárakoztatunk. Ez egy ilyen konzultációs szolgáltatás, hogy lehet kérdezni, hogy kérem, igen, szépen, hát itt fáj, ott fáj, hova kell mennem? Igen, több eleme van konzultációs betegirányítás, mert ugye lehet telefonon, e-mailben konzultálni orvosokkal, lehet időpontfoglalást is magánegészségügyi szolgáltatókhoz, illetve vannak olyan hát ilyen second opinion szolgáltatás, amiben ugye meglévő leletek értelmezésében segítenek az orvosok. Itt elsősorban az volt a célunk, hogyha valaki az ügyfeleinknek valamiféle
egészségügyi gondja akad, és adott esetben a helyi ellátórendszerben nehezen tudna, állami ellátórendszerben nehezen tudna szolgáltatáshoz jutni, az kapjon egy ilyenfajta segítséget, és ezt annak apropóján is adtuk, hogy ugye idén 30 évesek vagyunk, úgyhogy gondoltuk, kedveskedünk valamivel, egy olyan ajándékkal, amit talán egészségbiztosítóként, vagy életbiztosítóként azért releváns lehet az ügyfeleink számára. Világos. Hát köszönjük szépen, fontos ezzel foglalkoznunk, az, az jól látszik, hogy, hogy mindenképpen ilyen két utassá válik az egészségügy, tehát valamekkora részét, akik megtehetik, magánban fogják igen, és hogy elintézni. A piac hogy látja a réseket, amik így van, problémát így okoznak az embereknek. Úgyhogy ezt még biztos folytatjuk. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk, és kellemes ünnepeket. Viszont kívánom, szervusz. Szervusz. Holló Bencével, az NN Biztosító elnök vezérigazgatójával beszélgettünk.